Köszöntöm vendégünket, Galambos Gábor urat, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának főigazgatóját, aki most éppen, mint a Tempusz Közalapítvány elnöke van vendégünként jelen. Főigazgató úr, tulajdonképpen mik a klasszikus feladatai a Tempusz Közalapítványnak? Hát, azzal kezdeném talán, hogy Tempusz Közalapítvány a 90-es évek elején, 1992-ben jött létre, maga a Tempusz egy betűszónak a egy betűszóból alakul ki, a Trans-European Mobility Program for University Students, tehát az egyetemi hallgatók Európán át hajló mobilitási programjának felelt meg, és tulajdonképpen az első próbálkozásokhoz igyekezett adminisztratív hátteret adni a 90-es évek elején ahhoz, hogy a magyar felsőoktatás szereplői lehetőséghez jussanak. Egyrészt anyagi oldalról, hogy a különböző kurrikulum fejlesztésekhez pénzek érkezzenek az unió részéről, másrészt viszont a mobilitás oldalról, tehát hogy lehetőséget kapjanak oktatók, hallgatók arra, hogy megismerjenek más közegeket, más egyetemeket, részképzéseken vehessenek részt. Ebből alakult ki aztán később az a lehetőség, hogy a Tempusz Közalapítvány fokozatosan vette át a különböző mobilitási programokban a szervezőnek, a lebonyolítónak a szerepét. Így került hozzánk például a Leonardo program, ami a magyar szakképzés Európai Unióhoz fűződő mobilitási lehetőségeit koordinálja. Nálunk van a teljes Szokratész program, amely talán az egyetemi hallgatók és a főiskolai hallgatók előtt a legismertebb, hiszen ennek egyik tartó oszlopa az Erasmus program, amelynek keretén belül a szám az nagyon kellemes, 2001-ben pontosan 2001 magyar hallgató volt külföldi részképzésen, és ez az Erasmus program mondjuk azért szép, mert ez egy, ha nem is teljesen szimmetrikus program abban az értelemben, hogy ugyanannyi hallgató jön külföldről Magyarországra, mint amennyi Magyarországról megy külföldre, de az Erasmus program keretén belül a magyar felsőoktatás is megmutathatja az erejét. Említette az Európa Uniós pénzeket, csak ezekből gazdálkodnak, vagy más oldalról is kapnak támogatást? Természetesen a magyar, mindenkori magyar kormánytól is komoly pénzek érkeznek a Tempusz Közalapítványhoz. Hadd említsem meg például a CEPUS projektet, ami a az Erasmushoz, a Tempuszhoz hasonló közép-európai projekt, amely keretén belül 9 ország állt össze, és itt hasonló mobilitásokat tervezünk, mint az Erasmus program keretén belül, de ezt már a magyar állam fedezi. Meglehetősen szerteágazó feladataik vannak. Ezen belül milyen a felsőoktatáshoz fűződő kapcsolata a közalapítványnak? Én úgy gondolom, hogy általánosságban jónak mondható a magyar felsőoktatáshoz fűződő kapcsolatunk, hiszen egyik oldalról mi pontosan tudjuk, hogy mi a szerepünk ebben a folyamatban, hogy adminisztratív hátteret biztosítunk ahhoz, hogy az egyetemek és a főiskolák hallgatói, oktatói lehetőséghez jussanak. Másrészt az a tapasztalatom, hogy az egyetemek, főiskolák rektorai, főigazgatói, külügyekkel foglalkozó munkatársai nagyon szívesen fordulnak ahhoz a munkatársunkhoz, aki a segítséget ezekben a programokban meg tudja adni. Tehát ha igazából azt mondom, hogy nem is teljesen harmonikusnak nevezhető, mert ahol ilyen szerteágazó munka folyik, itt mindig vannak surlódások, de azt hiszem, hogy alapjában véve jónak nevezhető. Megalakulás óta sok minden változott a világban, és sok minden változott a felsőoktatásban is. Milyen új feladatokkal gazdagodott az alapítvány tevékenysége? Az előbb azt mondta, hogy nagyon szerteágazó a program, higgy el, hogy amit el tudtam mondani ebben a néhány percben, ez csak egy nagyon kicsi töredéke volt annak, amit a közalapítvány végez, de két nagyon fontos dologról hadd beszéljek, ami a 2003-as év idézőjelbe vett termékem. Az egyik nagyon szorosan összefügg a 2004-es unióba való belépésünkkel, hiszen Magyarországnak komoly humán hátteret kell kiépíteni annak érdekében, hogy a strukturális alapokat megfelelően tudja fogadni. Szakembereket kell képeznünk arra, hogy a strukturális alapok pályázására megfelelő szakembergárdával rendelkezzünk.
Ennek megfelelően az Oktatási Minisztérium együtt dolgozva a Tempusz közalapítvánnyal kidolgozott egy olyan átfogó tervet, amely a sakk betűszó, amelyet a sakk betűszóval tudunk leírni, az úgynevezett struktúrás alapok képzőközpont szerepét fogja betölteni a következő évtől kezdve, vagy az őszi időszaktól kezdve a Tempusz közalapítvány. Rendkívül komoly feladat, nagyon nagy erőket kell hozzámozgatni, és a másik valószínűleg nagyon sokak által ismert másik programunk az úgynevezett világnyelv program, amelynek első pályázati határideje éppen e hónap 15-én járt le. Ami számot ismerek, tegnap voltam a közalapítványnál bent éppen, 900 pályázat érkezett az első körben. Nem kell mondanom, hogy ennek az elbírálásával, adminisztratív feldolgozásával mennyit kell dolgoznunk, de örömmel tesszük ezt. Köszönöm szépen, Galambos úr, hogy befáradt a stúdióba, és közreadhattuk az információit. Kérem, hogy máskor is jelentkezzünk egymásnál az aktuális információkkal. Köszönöm szépen a meghívást.